Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. A Coop üzletlánc beszállító és üzleti partnereivel, valamint az agrárkormányzattal összefogva immár 17. alkalommal szervezte meg a Coop Rallyt, amelynek kezdete óta legfontosabb célkitűzése a minőségi, hazai élelmiszertermelés középpontba állítása. A kétnapos szakmai program során több mint 100 autó, 90 versenyző páros vett részt. Ajkán nyílott alkalmunk a rallival találkozni, ahol Nagy István agrárminiszter is köszöntőt mondott. A Coop Rally célja, hogy ellátogassanak a résztvevők Nyugat-Magyarország gyártóihoz és forgalmazóihoz. Ezen a napon Várpalota és Veszprém után Ajkára érkeztek. A Pólussütő Kft. Szabadtéri helyszínén gyülekeztek a versenyzők és kísérőik, a partnerszervezetek képviselői. Itt került sor a sajtótájékoztatóra is. Tóth László, a Coop Hungary Zrt. Igazgatóságának tagja úgy fogalmazott, a 17 éve tartó, folyamatosan megtartott rendezvény beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ez a helyszínek, ahol voltunk, nagyon kiváló termékeket állító cégek, amik az ország legtöbb Coop-boltjában megtalálható. Egy jó üzenet a vásárlók felé, hogy igen, vannak nagyon jó magyar termékek, bátran lehet vásárolni, nagyon jó minőségűek, és én úgy gondolom, hogy aki a Coop-boltba vásárolja, nem is fog csalódni benne. Nagy István agrárminiszter azt hangsúlyozta, közelebb kell hozni az emberekhez azt a folyamatot, amely a termőföldtől indulva az asztalunkig vezet. Ha ezeket a folyamatokat bemutatjuk, egy kicsit személyessé tesszük, akkor az emberekben a döntés, hogy melyik teljes dobozt veszem le, melyik húst választom, melyik konzervet veszem le a polcról, az tudatossá válik, és óhatatlanul is a magyar felé fog folyamodni, hiszen lesz egy személyes története, kötődése ezekhez. Az egész rendezvény erről szól. Közelebb hozni, bemutatni, személyessé tenni azt a mindennapi küzdelmet és mindennapi munkát, ami azért történik, hogy biztonságos élelmiszerellátás legyen Magyarországon. Sallai András, a Pólussütő Kft. Ügyvezető igazgatója ismertette a 70 éve működő üzem múltját, valamint a Coop-pal való együttműködés jelentőségét. A Coop gyakorlatilag közel 2200 településen van ott. Ez ugye érinti az ország nem csak a nagyvárosait, hanem gyakorlatilag kisebb településeket is, és mi ezáltal a Coop által gyakorlatilag az ország összes kereskedelmi egységébe szeretnénk szállítani jó minőségű, megfelelő terméket, hiszen a magyar emberek keresik a magyar termékeket, a megfelelő és jó minőségű magyar termékeket, és azért vállaltuk gyakorlatilag ezt a kihívást. A Coop Rally résztvevői csak úgy, mint a többi helyszínen, itt is megismerkedtek az üzem tevékenységeivel, bepillanthattak a termelésbe. Ugye minden nap 4 állomásra mentünk el, gyártócégekhez, illetve egyébként felújított Coop-boltban is voltunk, úgyhogy nagyon érdekes és interaktív program volt. A Cakkunikum nyerte is, ugye 100% magyar tulajdonban van, és mi is preferáljuk a prémium magyar termékeket, úgyhogy ezért veszünk részt ezen a rallin. A hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb seregszemléje látványosan hívta fel a figyelmet a termékfejlesztések és kereskedelmi innovációk fontosságára. A résztvevő vállalkozások a folyamatos fejlesztésekben látják a jövőjüket. A 17. alkalommal megrendezett Coop Rallyt végül éppen az ajkai Pólussütő Kft. Csapata nyerte meg.